22 év után búcsúzott el hivatalától dr. Vitáris Edit címzetes főjegyző. A stafétabotot dr. Tahon Róbert vehette át a múlt héten. Beiktatták hivatalába március 1-én dr. Tahon Róbertet, az újpesti polgármesteri hivatal új jegyzőjét, aki korábban a hivatal aljegyzőjeként dolgozott. Az új jegyző dr. Vitáris Edit címzetes főjegyzőtől, aki 1990 óta töltötte be a tisztet, vette át a stafétát. Dr. Vitáris Edit címzetes főjegyző 22 év után búcsúzott a hivatalától. A volt jegyző maga szorgalmazta a váltást, elmondta, örül, hogy nyugodtabb lesz az élete, és több szabad ideje lesz. Úgy érzi, 22 év után itt volt az ideje, hogy helyet kapjanak a fiatalok, és igazság szerint egy kicsit el is fáradt már. Dr. Vitáris Edit a hivatalától elbúcsúzott, de a polgármesteri hivataltól nem. Segíti az új jegyző dr. Tahon Róbert munkáját tanácsokkal, tapasztalataival és olyan ügyek intézésével, amelyekkel az új jegyző megbízza őt.